Sziasztok, üdvözöllek titeket, én Gregory Zoli vagyok, és ugye tudjátok, hogy mi MLM-mel foglalkozunk, és egy gyors bejelentkezést szeretnék csak tenni, nem is volt terven ez a videó, nem is készültem föl rá, csak így gyorsan a gondolataimat szeretném veletek megosztani. Sok emberrel beszélgettünk mostanában a munka kapcsán, szerencsére nagyon sokan keresnek alternatív megoldást, részben a gazdasági helyzet miatt, részben azért, mert ugye gyerkőcöknek valószínű, hogy online oktatásuk lesz, és valahogy meg kell oldani a gyereknek a felügyeletét. És ugye egy normális munkahely mellett ezt igen-igen nehéz lesz, hiszen most már lassan év vége van, elfogytak a szabadságok, jönnek a folyamatos plusz dolgok, ugye a gyerek beteg, otthon kell maradni, kimaradjon otthon, ha van nagymama szerencse és tud rá vigyázni, ha nincs, akkor igazából ez egy megoldandó probléma, és ezért nagyon sok ember keres egy olyan dolgot, amivel ki tudja egészíteni a fizetését, hiszen gondolnak arra, hogy ugye a táppénzen nem kap 100%-os fizetést, vagy esetleg, hogyha addig fajul ez az egész dolog, akkor még ezért el is bocsájthatnak, vagy esetleg nem tudod megoldani azt, hogy hogyan legyél otthon a gyerekkel eleged. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugye MLM-mel foglalkozunk, és mi mindig azt mondjuk, és én ezt szentül is hiszem, és az egyik küldetése az ennek a csoportnak, hogy megmutassuk, hogy valóban ez így működik. Tehát az a lényeg egy MLM-nek, hogy ne kelljen értékesíteni. Nem is szeretünk értékesíteni, azt is utáljuk, ha értékesítenek nekünk, hiszen mindenhol mindenki a mi pénzünkre pályázik. Ha bekapcsolom a telefont és fölmegyek mondjuk akár a Facebookra, ha már erről a platformon van szó, fölmegyek Facebookon, folyamatosan hirdetések jönnek, vegyek ezt, vegyek azt, vegyek amazt, ha valamire rákeresek a Google-be, akkor utána folyamatosan azt akarja nekem eladni a Facebook, hogyha bekapcsolom a tévét, bár szerencsére ilyet nem szoktunk csinálni, maximum célirányosan és Netflix megy vagy HBO Go. A lényeg az, hogy a kereskedelmi csatornát nézzünk, akkor folyamatosan értékesítenek nekünk, a sok-sok reklám között néha van némi film is, aztán, hogyha bekapcsolom az autóba a rádiót, ilyet se szoktam mellesleg tenni, csak is kizárólag CD-ről hallgatunk zenét, vagy hanganyagokat hallgatunk ugye internetről, de ha véletlenül rádió megy, akkor ott is a műsorok állandóan meg vannak szakítva, folyamatosan értékesítenek, az autópályán tele van minden óriás reklámokkal, a városban tele van minden óriás reklámokkal, már az autókon is feliratok vannak, tehát igazából folyamatosan mindenki a mi pénzünkre pályázik, és ki akarja csalni a kis pénztárcánkból, tehát igazából egy hatalmas ellenállás az, amit az értékesítéssel jelen szemben, jelen pillanatban éreznek az emberek, és ezt abszolút meg is tudom érteni, én is utálom, hogy folyamatosan mindenki el akar nekem adni valamit, ezért nem is foglalkozunk ezzel. Viszont hogyan tudjuk ezt kikerülni? Ez egy nagyon-nagyon egyszerű és érdekes dolog. És én aláírom azt is, hogy szembe megyünk azzal, ami jelen pillanatban az MLM-ről kialakult nézőpont az embereknek a körében. Én erre teljes mértékben büszke is vagyok, és én teljes mértékben vállalom is azt, hogy nem kell értékesíteni egy MLM-be, és ezt meg is fogom mutatni a lehető legtöbb embernek. Szerencsére január óta 220 pár ember csatlakozott hozzánk, és ők már látják azt, hogy valóban nem kell értékesíteni egy MLM-ben, viszont pénzt kell tennünk a cég zsebébe. Tehát egy MLM is ugyanarra épül, van egy cég a háttérben, akinek vannak termékei, és a termékekért cserébe mi profitot tudunk generálni a cégnek. Az, hogy mi milyen előnyökkel dolgozunk, itt nálunk például ugye van egy kezdeti 20%-os kedvezmény, amit 42%-ig lehet föltolni, illetve ugye jutalékot tudunk kapni abból, hogyha forgalmat generálunk magának a cégnek. A forgalmon van a lényeg. A forgalmat meg kell teremteni, össze kell rakni, minél több pénzt kell rakni a cégnek a zsebébe azért, hogy minél többet ki tudjunk belőle venni, és visszakapjunk jutalék formájába. Viszont az, hogy ezt hogy csináljuk, az teljes mértékben ránk van bízva. Sokan értékesítenek, vagy ugye most nagyon sok MLM rendszer van, ami a fogyókúrára épít például. Na, hát ilyenek is vannak. Én megértem őket, és csinálják nyugodtan a saját szívük, a saját belátásuk szerint, viszont egy MLM nem az értékesítésről szól. Egy MLM nagyon egyszerűen arról szól, hogy valamilyen úton, módon szerezzünk profitot a cégnek, a profitját pedig visszaosztja hozzánk. Természetesen megmarad neki a saját része, és azt a részt, amit visszaosztja azoknak az embereknek, akik segítettek összerakni ezt az egész profitot. Minél nagyobb szerepet vállalunk a cégnek az éves profitjának a termeléséből, annál többet kapunk vissza minden egyes hónapban. Nagyon egyszerűen működik. Ezt a profitot mi értékesítés nélkül tesszük a cégnek a zsebébe. Na ez itt a lényeg, és ez itt egy picit az, ami fekete bárányát tesz minket így az MLM-en belül, de mi ezt imádjuk.
Tehát nem az a lényeg, hogy eladjak mindenkinek fogkrémet, tusfürdőt, meg sampont. Nem érdekel, nem akarok értékesíteni, nem akarok szenvedni azzal, hogy mindig új vásárlókat keressek, a régieket kajtassam. Ugye ez nem egy sima bolt, ahova útközben megyek és veszek egy fogkrémet, hanem itt meg kell tartani a vásárlókat, és mi ezt egy nagyon egyszerű dologgal csináljuk, mi munkatársakat keresünk. Mi olyan embereket keresünk, akik szeretnének abból pénzt keresni, hogy fogatmos, fürdik, meg takarít. Ennyire egyszerű a dolog. Ha szed még mellé valamilyen étrendkiegészít, az a legjobb igazából, mert akkor egy csomó dolgot tud használni a termékpalettáról, egy csomó helyről van neki bevétele, irgalmatlan mennyiségű terméket használunk, hívjuk terméknek, tök mindegy, hogy miről van szó, mindegy, de irgalmatlan mennyiségű terméket használunk a mindennapokban. Ha csak körbenézel a lakásba, megállsz a konyha közepén, van mosogatód, zsíroldód, fertőtlenítőd, ha kinyitod a kis szekrényt a konyhapult alatt, általában ott tartják az emberek, akkor van ablakmosó, van általános tisztító, van törölgető, van portalanító, van cipőpucoló, ha bemész a fürdőbe, akkor van fogkrém, tusfürdő, sampon, balzsam, kézkrém, szájvíz, WC tisztító, aztán remélem szedsz még C, meg D-vitamint, meg egyéb étrendkiegészítőket, bár ez még annyira nem elterjedt, mint ahogy azt szeretnénk, tehát igazából ezek is ott vannak. Na mi pont ezekkel foglalkozunk. Azzal a különbséggel, hogy én nem megyek be a Tesco-ba, a CBA-ba, vagy a Rossmann-ba, vagy a DM-be azért, hogy ezeket megvegyem, hanem megveszem a saját webshopomon keresztül, amit a saját cégemtől kaptam, amikor regisztráltam és elkezdtem velük együtt dolgozni, tehát ott veszem meg, ezáltal profitot teszek a cég zsebébe. Nekem lényegében igazából tök mindegy, hogy a Rossmann tulajdonosának teszem a zsebébe a pénzt, a Tesco tulajdonosának teszem a zsebébe a pénzt, a CBA tulajdonosának, vagy a saját cégemnek. Akkor már mindent tegyem a sajátommal. Megveszem a saját márkás termékeinket a saját márkás webshopomból, azokat használom és megveszem újra. Páf! Ott is van a termék, az én zsebembe, a cég zsebébe ott van a profitból meg visszakapom a saját részemet. Minél többen vennek, megmutatom ezt, annál több profitot kapok vissza, hiszen annál többen teszik meg ugyanezeket a lépéseket, annál több profit kerül a cég zsebébe, amiből ők annál többet adnak vissza. Ezért tudjuk kiadni az értékesítést. Brutálisan egyszerű a dolog, csak nagyon nehezen hiszik el az emberek, hiszen az MLM-ről van egy kialakult tévhit a fejükbe, és mindenki azt hiszi, hogy nem, bocsánat, nem igaz. Nagyon sokan azt hiszik, hogy lényegében ilyen online bontot kell üzemeltetni, és az összes ismerősnek, ha társasházba laksz, akkor minden társasházlakónak, az összes munkatársadnak, az összes családtagodnak neked kell értékesíteni a terméket. Na, ez egy baromság. Ez nem így van. Egy MLM rendszer nem az értékesítésről, hanem a profit teremtésről szól. Ha ezt meg tudod oldani úgy, ahogy megoldjuk mi, hogy saját vásárlásunkat ide összpontosítjuk, a családnak vásárolgatunk, néha az ismerősöknek, van olyan, hogy rajtunk keresztül vesznek dolgokat, van olyan, hogy beregisztrál, ez mindig változó. És minél több pénzt teszünk a cégnek a zsebébe, annál többet ad vissza. És erről szól az MLM, hogy egy hálózatot alakítsunk ki olyan emberekből, akik ugyanazokat a cuccokat használják, mint mi. A legjobb variáció, hogyha ő saját webshopjába fölmegy, megveszi a saját árait, elhasználja, megint fölmegy, megint megveszi, megint elhasználja, megint fölmegy, megint megveszi, megint elhasználja, eddig is ezt csináltuk, akkor miért ne tehetnénk meg otthonról? Most már mindent lehet otthonra rendelni, még az IKEA is szállít házhoz, meg a Tesco, meg az Ocean, meg mit tudom én, akkor igazából miért ne tenném ugyanazt, csak egy webshopon keresztül, és miért ne használnék olyan termékeket, amiért jutalékot kapok vissza? Arról már nem is mondok semmit, hogy nálunk például minden termék vegyszermentes, így mutatom, így látjátok, öko, bio, meg vegán. Nem tesztelték őket állatokon, tehát igazából tök jó termékeink vannak, magas minőségi termékeink vannak, mivel magyar cégről beszélgetünk, ezért normális áron vannak a termékek, és azért, mert használom őket, nem hülye ízéket kapok, azokat a kis matricákat, és akkor vehetek belőle plüssállatot, itt van egy mellettem, csak azért tudom, hanem igazából 20%-os kedvezményről indulok, mi már 42-nél tartunk, tehát nagyjából féláron veszem meg a saját termékeinket, és azért, mert használom ezeket, és megmutatom másoknak, ezért jutalékot kapok. Sokkal többet keresek, mint amennyit elköltök, ergo a teljes háztartásnak a fenntartása az 0 forintomba kerül, hiszen a kiadásomat visszaadja a cég, plusz még a csapat forgalma után jutalékot tesz a zsebembe, tehát extra bevételt biztosít számunkra. Ez nálunk igazából a második hónapban már 100 000 forint körül mozgott,
És igazából, hogyha befolyik a számládra minden hónap elején plusz 100, 150, 200 vagy akár 500 ezer forint, de lehet ennél sokkal több is, akkor nem jártál rosszul, akkor azért megéri saját márkás termékeket használni, veszteni nem vesztesz fele semmit, hiszen eddig is mostál fogad, ezután is fogad fogsz mosni, egyszerűen más terméket használsz, amiért meg jutalékot kapsz. Na erről szól az MLM, és így kell hálózatot építeni, nem pedig értékesíteni boldog-boldogtalannak. Mi ezzel foglalkozunk, ha érdekelnek egyéb részletek, akkor tudod, mi a dolgod. Szép napot kívánok, minden jót!